A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, 10 perc játék után 9 ponttal vezettek a cápák. A második negyed döntetlennél zárult, majd fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát a házigazda. A záró 10 percnek már egy pontos miskolci vezetésnél vágtak neki a csapatok. A hajrában a Nyíregyháza ellépett 9 ponttal, aztán viszont már csak a hazaiak találtak a gyűrűbe, így 2 pontos vereséget szenvedett a Horváth Ákos által irányított együttes. A forduló további eredményei a következők: Deac 23 Fót 66-76, BKG Prima Akadémia TF Budapest 106-65, Vasas Akadémia Budafok 112-80, Cegléd Új Buda Mavsz 64-90, Óbudai Kaszások Jászberény 80-78 és Pécsi VSK Salgótarján 86-71. A tabella élén a PVSK állhat győzelemmel, megelőzve a szintén hibátlan Vasas Akadémiát. A sereghajtó Nyíregyháza egy győzelem mellett ötször szenvedett vereséget. Mint később kiderült, a Miskolci volt a vezetőedző utolsó meccse a nyíregyházi kispadon, a klub vezetése ugyanis felmentette a munkavégzés alul a szakembert. Meg kell nézni a tabellát, várakozáson alul teljesít a csapat. Egy olyan keretet sikerült összerakni, ami az előzetesen megfogalmazott célokat teljesíteni kell, hogy tudja nevezetesen az élmezőnybe tartozni, vagy legalábbis az első pár csapat közé. Ez egyre nehezebb lesz, hiszen nagyon rosszul kezdtük a szezont, és hiába gyakorlatilag mínusz 9 pontos gólkülönbséggel állunk 5 vereséggel, ez ugyanazt jelenti, hiszen ott vagyunk a tabella végén, úgyhogy valóban nem volt más választás, egy új impulzus kell a csapatnak, kezdeményeztem a Ákos szerződésének a felbontását, és Meri Mekmedovi szakmai igazgatónk vette át a csapatot az elkövetkezendő időszakra. Az ügyvezető szerint több területen is változásra van szükség ahhoz, hogy a csapat elinduljon felfelé a tabellán. A legfontosabb az, hogy ebből a mentális gödörből most ki tudjuk szedni a csapatot Merim segítségével, és áttörjön a gát, mert azt láttuk, hogy Miskolcon is végig a kezünkben volt a mérkőzés, 9 pontos vezetésről úgymond sikerült kikapni egy utolsó másodperces triplával, úgyhogy nagyon mélyen vagyunk mentálisan. Ez a legfőbb dolog, hogy elhiggyük azt, hogy valóban alkalmasak vagyunk a célok megvalósítására. A másik pedig az, hogy sokkal több munkaóra és gyakorlás szükséges ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket, amiket nem dugunk be, értékesen itt tudjuk. Nem véletlenül vagyunk jelenleg a tabella végén 3 pontos dobásban, illetve büntető dobásban. Ez mind-mind befektetett munkaóra és idő, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy kicsit más szemlélettel fognak elkezdeni a srácok, és több munkaórával hamarabb sikeresek lehetünk. A minimum elvárás az, hogy jusson be a csapat a playoffba, a legjobb 8 közé. Jelenleg 2 mérkőzés választ el ettől nagyon-nagyon sűrű a mezőny, 2-3 kiemelkedő csapat van, és azt kell, hogy mondjam, az összes többi 10-11 hasonló erejű csapat. Nekünk vissza kell hozni ezeket a végjátékban elbukott mérkőzéseket. Természetesen megpróbálunk erősíteni a játékos kereten, hiszen meg kell nézni a lehetőségeket, hogy hol tudunk még egy olyan játékos berakni, aki akár fiatal szabályban segítségünkre lehet. Érkezett a légió, ugye az ő beépítése is folyamatosan zajlik, és nagyon bízom benne még egyszer, hogy új impulzusokat és új erőt fog kapni a csapat. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb szombaton lép pályára. A két cápák 17 órai kezdettel a harmadik helyen álló BKG Prima Akadémiát fogadják a Continental Arénában.